Gyönyörű zenék, tündérek, manók, varázslat és persze szerelem a Danubia zenekar tolmácsolásában. Ezt kapta az, aki meghallgatta a püspökvári zenés esték idei nyarának első koncertjét. Hámori Máté Lisztdíjas karmester vezényelt a nyitó koncerten, miközben kommentárjaival a két zeneóriás műveit helyezte középpontba. Ezen az estén Schumann és Mendelssohn műveivé volt a főszerep a Danubia zenekar előadásában. Az eredeti kiinduló pont az az volt, hogy a Szent Iván éjnek a közelsége az megihlette azt, hogy eljátsszuk a Szent Iván éj álomszvittet. Ugye Mendelssohn leghíresebb, vagy legtöbbet játszott műve talán. És ez hozta magával aztán a többit. Mendelssohnnak ugye kortársa volt Schumann, és valamilyen szempontból kapcsolódik is a zenéjük, az a koncertünk címe, hogy Álom az élet, kérdőjellel. Nos, az ő művészetük és általában ez a korai romantika nagyon erősen épít az álomra, az álom és a valóság különbözőségére. És erről is majd ejtek pár szót, illetve magukból a művekből is. Ahogy elindul a Szent Iván éj álom nyitánya, vagy ahogy elindul a cselló verseny Schumanntól, amit játszani fogunk, mind a kettő olyan, hogy egy álomnak a kezdőképeit látnánk. Tavaly voltunk 30 évesek az együttesünk, sok mindent csinálunk és sok mindent csináltunk idehaza is és külföldön is. Nagyon erőteljes a kortárs zenei és a modern zenei repertoárunk, ugyanakkor ugyanilyen fontos például, hogy gyerekeknek beavató előadásokat, koncerteket csinálunk az ország minden táján, elsősorban persze Budapesten. Fontosak a misszióik is, amivel talán egyedülállóak a zenekarok között. Társadalmi misszióink vannak például a közös hang, ahol hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekek, zenét tanuló gyerekekkel közös koncerteket adunk az ő településeiken és Budapesten is, például a Zeneakadémián több alkalommal, vagy a Beethoven projekt, ahol siket és hallássérült embereknek muzsikálunk, akik különböző eszközök segítségével az hangszereket megérintve vehetnek részt a zene átélésében és a zene erejét így tapasztalhatják meg. Ez mind a Danubia zenekar, ami inkább nem is csak egy zenekar, hanem egy műhely és egy közösségteremtő erő, lehet ezt mondani. És mindezt tulajdonképpen a zene szeretete köti össze, és zenei műfajokban mi nem válogatunk, hanem modern zenétől, könnyű zenén, jazzen keresztül, teljesen klasszikusokig nagyon sok mindent játszunk. A püspökvári zenés esték a hagyományokhoz híven klasszikus művekből válogat az idei nyárra is. Három koncert csendül fel a nyári hónapokban, a nyitó koncertet követően júliusban és augusztusban is várja híveit a zenei sorozat, mondta Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Hazánk és a világ legkiválóbb részfúvósai érkeznek, Uwe Köhler trombita művész és a magyar részfúvós kvintett adnak elő népszerű dallamokat a második koncerten július 11-én, ahol nem csak a klasszikus zenei gyöngyszemei, hanem a filmzenékből is hallhatunk slágereket, majd a záró program egy ütős program lesz Vibrafónium címmel augusztus 6-án, ahol egy ütős együttes nagyon színes apparátussal vonósok, jazz együttes és fúvósok adnak elő egy nagyon színes, izgalmas, jazzes, könnyed nyáresti programot. A Danubia zenekar az egyetlen visszatérő vendég, aki töretlen népszerűségnek örvend, azt gondolom, hogy így nyáreste nagy szimfonikus zenekar, ez egy különleges élmény a szabad ég alatt ilyen gyönyörű időbe. A
Majd hazánk legkiválóbb részfúvósai már voltak. Uwe Köhler, aki a világ egyik legjobb trombita művésze, szintén új vendég, és ez a záró koncert is, ez a jazzes, ez is egy vadonatúj program. A Danubia zenekar visszatérő vendég. Töretlen népszerűségnek örvend a pécsiek körében is, tette hozzá Szamosi Szabolcs.